Jaj. Na most romoljon el az irányítás. Rakétából kifogytam. És ezek azt hiszem, hogy rossz katonák akarnak lenni. Nehéz megmondani. De úgy tűnik a tankról nem a legjobb. Igen. De ez a stratégia most itt egész jól ment nekem. Mi? Mi ölt meg? Egy légi csapás? Jaj, lehet, hogy mögöttem is az ablakból előbújt néhány ellenfél. Jaj, az, hogy nem talált el, nem baj. Jó ez. Hordókat felrobbantom, mert... jót érez ez a deszka? Nagyon bejött neki a szovjet himnusz. Ami igen, a csatazene ezen a pályán a szovjet himnusz. Mi? Ja, ott vagytok. Na, nézzük a... Ajaj. Légi csapások is vannak. Ellenfelek jelennek meg az ablakban mögöttem. Ajj. Azt hiszem, hogy lesz valami. Mi? Igen, ez egy ilyen remek pálya lesz. Na szóval... Rögtön oda fogok figyelni arra. Szuper, és még csak a légi támadások sem találtak el. Ott is van valaki. Így szeretek amúgy célozni hosszú távon a szövekelővel. Hogy egy kicsit föntebb célzok a... az IASZ puskával, vagy NIA puskával, nem tudom mi a neve, és könnyebb bemérni a dolgokat. Ne! Huszonhat élet, jaj de rossz. Na ott van az az úri ember, aki jelzőfényt tud fellőni, és mindjárt hív is egy... Noha, nézzétek meg, mennyit bombáznak. Jaj, nem kéne egy helyre beakadni. Hát igen, az valami tiszt akar lenni, tábornok. Most mit csinál amúgy? Lehet összeveszett az egyik katonával. Megeshet. És vigyázzatok, mert ide be tudják dobni a gránátjaikat az alap ellenfelek is. És egyébként a tank is lő ránk, annak ellenére, hogy nem láthat. És a robbanások továbbra is áthatolnak a falakon, szóval a fal közelébe nem is mehetünk nagyon, vagy ki kell számolnunk, hogy ne úgy legyünk a közelében, hogy eltaláljon. Lőszerből eleget ad amúgy a pálya. Bár... nem minden lőszer hasznos. Például a szövekelőt alig tudjuk használni. Jó! Meg leszel. Oké. Okay. Ez lett volna az első harc, és 26 életem maradt. Ugye milyen remek? Haj, de közel volt az a grádát. Jönnek még. Megsérültem, de szerencsére csak páncélt vesztettem. És ott is... Ott
vagy, látlak ám. Nem találsz el? Tűnik, túlságosan lent vagyok ahhoz. Hoppá! És még lentről is jönnek. Erre nem számítottam. Minden olyan üresnek tűnt már. És itt jönnek föl. Miért nem működik az Electro Driver? Meg vagyunk! Tudom, hogy ott vannak. Uff. Ezek a hordók itt. Nem tudom, mennyire megbízhatók, és itt bevárom őket. Ó, az a hordó, az segít nekem. Köszönöm szépen. Nagyon rendes volt tőle. Különösen együttműködőek a hordók ezen a pályád. Azt még mindig nem veszem föl, a plusz életet, de itt van a második 100 élet, hogyha kell nektek. Jaj, ez mi volt? Ezt láttátok, a következetesség. Az első hordót kiszedte a painkiller, a másodikat pedig magához vonzotta. Ezt így nem fogom tovább vinni 3 élettel. Látjátok, mit mondok, amikor azt mondom, hogy a painkiller fizika megbízhatatlan? Fú. Két élő kard. Igazából pont ezért tetszik a játék, de néha olyan értelmetlen dolgok tudnak történni. Itt talán elbújhatok, talán nem. Mi? Túlélte? Abszolút értelmetlen. Ott is van egy valaki. Két rakétát túlélt az, aki felettem van. Általában elég, hogyha egyet lövünk melléjük. Ez... furcsa. Az is lehet, hogy újabb spawnolt oda. Kinézem a játékból amúgy. Okay, az most biztos megvolt. Mi? Ja, tudom már. Négy százalék, négy. Melyik is a következő csata? Nem, nem, nem. Legalább 20% legyen meg. Ez egy gránát volt. Már csak az az egy ellenfél van ott. Remélhetőleg. Oké, sokkal jobb, 30 élet. Látjátok, megéri néha direkt veszteni. Ó, öngyilkos merénylő. Aha, egy helyről jöttek. És ez most mi volt? De így néznek ki ezek. Mi? Miért robbant föl? Ja, látom! Te robbantottad föl őket. De én ezt így nem fogadom el. Oké, ennyi. Lehetnek a kamikázék. De...
nagy távolságra hat a robbanásuk. Az se segít amúgy, hogy a képernyő rászkódik mindenfele. Kismáruljak. Megülem, megülem, nem. Jó. Úgy se lett volna a legfényesebb ötlet egy élettel folytatni. Oké. Fönt is volt valaki. Látlak. Szuper. Ó, te! Hogy célzol ilyen jól? Azt hittem, hogy viszonylag biztonságban vagyok ott. Oké. Csak sebződtél eleget. Vissza, vissza, vissza. Günther gránát elkapott minket. Ezek tényleg profik már. Szörnyű. Jó. Amúgy ezek a tábornokok, vagy akár ilyen tisztek. Ó, az egy airstrike lesz. De vajon hova? Pontosan a fejem tetejére. Hova máshova? Jó. Megvagy. Jó, át a minigálra. Itt már nem elég a soti. És úgy hívott. Lehet, hogy úgy hívott rá. Ketten is. Nem tudom, hogy csak akkor hívhatnak bombázót, hogyha látnak minket, vagy akármikor. Hogyha akármikor, akkor az eléggé nagy gond lenne, mert figyelnem kéne mindig, hogy repül-e fel jelzőfény az égbe. Minden esetre az ott egy viszonylag nyugis résznek tűnt. Jaj ne! Hívta a sztrájkot! Nem vesztettem életet? Komolyan? Vannak még. Talán 10-ből ennyi. Majdnem eltalált a gránátjából. Mi? Mögöttem? Szia uram, hát maga meg itt mit keres? Szegény lehet el akar bújni a mészárlás elől. Majdnem még egy tank is. Ja, megvan. Ne! Pedig olyan jól haladtam. Kettő a, nem tudom, kb.
akármennyiből. Hey. Azt hittem, hogy eléggé elbújtam. De nem. Miért jöttek most ilyen hamar a repülők? Máskor több időbe kerül, amíg bombázni kezdenek. Érdekes lehet, egyfolytában itt a fejünk fölött keringenek. És igazából bármikor lebombázhatnának, csak azt várják, hogy mikor lő már egy jelző fényt ez a tiszt. Mert csak akkor kezdhetnek bele. Ezt én így tudom elképzelni. Jól kell célozni, de ilyen messziről is lefogyaszthatjuk a tiszteket, és igen, ez is megtörtént. Jó. Ez a leginkább bevált stratégia. Ne! Magamat robbantottam csak fel. Ez a harc amúgy tetszik, hogy a soti és a rakétavető között kell váltogatni. A tank megjelent. Sajnos. Oké. Mik történnek még itt? Az micsoda? Tank! Jaj, hát rég találkoztam már veletek. Beakadt az irányítás. Nem tudtam visszaugrálni oda. Pont amerre fordultam, arra fele akartam menni, de nem. Ennyi. Lehet, hogy most már használhatok egyébként kártyákat, mert megmutattam, hogy el tudom odáig vinni. Tudjátok mit? Oké, használok kártyákat. Miért is ne? Nézzétek meg, milyen egyszerű lesz. Ott is kiszedem azt. Tudjátok mit, előre is rohanhatok. Itt van egy tank. Nem számít. Kártyám van. Most a szenvedés után olyan jó úgy végig szaladni egyébként. Mi? Kettő tank egymásod? Komolyan? Jót ér ez a játék. És elment a zene. Elment a zene attól, hogy egyszer kártyát használtam. Csak az lehet az oka. Tudjátok mit, nem érdekel, még egyszer kártyát használok. Csak világ. Olyan OP ez. Ja igen, az egy öngyilkos merénylő volt. Jaj, na. Azért csak figyelni kell valamennyire.